Új rendszerben működik jelenleg a Bozsik program. A kiírás szerint fesztiválokat kell rendezni két korosztályban. Az egyik az U6, U7-es korcsoport, a másik pedig az U8 és az U9-es korosztály. A hétvégi program során a gyulai alközpontban összesen több mint 200 gyermek vett részt az állomások leküzdésében. A center pályán az U6 és U7-es korosztály gyermekei oldottak meg különféle ügyességi feladatokat az állomásvezető koordinálásával. A másik pályán, a műfőves pályán és a K1-es úgynevezett ez egy gyulai K1-es pályán folyik a U8, U9-es korosztálynak egy másfajta. Tehát itt inkább játékok vannak, a U8, U9-nél pedig már vannak mérkőzés feladatok is. Nyilván kisebb, 20-40-es pályán csinálják a gyerekek. Természetesen ők már megkapták az alapot, tehát ezért aztán egy más irányú feladatokat kell, hogy csináljanak, de fesztivál szinten csinálják ezt is. Gyuláról és környékéről összesen 14 egyesületből érkeztek gyerekek a programra, amit láthatóan nagyon élveztek, hiszen az állomásokon a feladatokat játékos formában kellett végrehajtani. Négy helyen játékos programok vannak. Akkor vannak szimbólumjátékok is, például egy állomáson ilyen kincskereső játék, tehát labdavezetéssel mennek, és a gyerekeknek az a feladatuk, ki tud több játékot bizonyos idő alatt begyűjteni. Vannak utánzó játékok, egy állomáson éppen a Szilágyi Zsolti csinálja, hogy az edző mondja, hogy mit kell csinálni, illetve bemutatja, mit kell csinálni, és a gyerekek utánozzák, tehát mindig az edző bemutatja, a játékot részt vesz a programban, és hát ezt élvezik a legjobban, mikor ezek az utánzó játékok vannak, az edző bácsi után próbálják ezeket a feladatokat végrehajtani. A program a jövő hétvégén folytatódik, nem csak ebben a korosztályban, hanem a 6 éves kortól a 13 éves korcsoportig.